Bár már javában zajlik a tél, az előző évekhez képest jelentősen enyhe az időjárás, csak nem tavaszias. Ez pedig azt jelenti, hogy a hazánkban maradt madaraknak nincs feltétlenül szüksége segítségre ahhoz, hogy átvészeljék ezt az időszakot. A madáretetés az a madarak számára mindig egy kiegészítő táplálékforrásként funkcionál. Ebből a szempontból a mindenki által ismert cinegék, ugye elsősorban rovarevők, tehát ők térre állnak át ezekre a magtáplálékokra, viszont ebbe a jó időbe még bőven mozognak azok a rovarok, amiket ők eredetileg is szeretnek és esznek. Ezért inkább a rovarokat fogják elsősorban keresni, illetve a magevők is megtalálják azokat a fateréseket, amiket el tudnak fogyasztani. A szakember azt mondja, hogy ettől függetlenül nincs kizárva, hogy a madarak egyáltalán nem fogják használni az etetőket. Továbbra is tartja magát az, hogy ha viszont elkezdtük őket etetni, akkor semmiképpen ne hagyjuk abba, mindig legyen az etetőben mag, maximum egy kicsit lassabban fog belőle elfogyni, nem kell olyan gyakran pótolni. Az élelmezést egyébként az első tartósabb fagyoktól szükséges elkezdeni, és egészen ezek megszűnéséig kell folytatni. Ugyanis ha egyszer a madarak odaszoktak az etetőhöz, és tudják, hogy ott biztos táplálékforrást találnak, akkor azt folyamatosan keresni fogják.